Itt is látszik az, hogy az előző felújítás alkalmával nem sikerült minden problémáját megoldani az épületnek, hiszen ez a hely, ahol most vagyunk, nagyon gyakran beázik, és a salétromos fal is indokolja azt, hogy ezt a részét is felújítsuk az épületnek. Az újfehértói játékvár bölcsödében azt mutatja a polgármester, mi minden vált az elmúlt években elavult-e, mik indokolták a felújítást. A műanyag ablakok első ránézésre jó állapotúnak tűnnek, de az évek során ezek is elhasználódtak, megértek a cserére. A napokban viszont a kéménybontása zajlik, ez közel 30 méter magas volt, és már életveszélyessé vált. A lebontott téglákat pedig a tervek szerint valamilyen formában újra hasznosítja majd az önkormányzat. A régi épületet sajnos újra kellett varázsolni, hisz az előző felújításkor, 10 pár évvel ezelőtt, 2006 környékén volt egy felújítás, de az nem sikerült tökéletesre, és mostanra már kijöttek annak a felújításnak a hibái. Ezeket kell most orvosolnunk, tehát minden nyilázáró ki lesz cserélve, a falak a vakolat is le lett verve, illetve teljesen új padlóburkolatot, új fűtésrendszert, új vízrendszert, napelemeket kap az épületet, teljes modern 21. századi bölcsödébe járhatnak majd a gyerkőcök, jövő tavasszal reméljük. Bár a radiátor már le van véve a helyéről, és a mennyezetről is lógnak a vezetékek a lámpatestre várva, a régi épület belső felújítása csak később kezdődik el. A teljes beruházás munkálatai évelején kezdődtek a bővítmény építésével. A 30 centis téglák már a helyükön vannak, erre később még egy 10 centis szigetelés kerül majd, hogy biztosítsa a kellemes hőmérsékletet a belső térben. Eddig 4 csoportos volt a bölcsöde, és minden csoporthoz tartozott 2 kisgyermeknevelő, illetve 2 csoportonként egy dajka. Ez a bővítés után már 5 csoport lesz, tehát itt ez egy bizonyos mértékű gyereklétszámnövekedés is fog jelenteni, közel 60 gyerek járhat majd az intézménybe, illetve új munkahelyek is létrejönnek, hisz a plusz csoport miatt új dolgozókat is kell majd felvennünk. Az intézmény az 50-es években épült, és az első perctől bölcsödeként működik a városban. Bár folyamatosan fejlesztették, szépítették, javították az apró hibákat, megérett a teljes felújításra és az újabb bővítésre. A nagyszabású beruházás több mint 500 millió forintos állami támogatással valósul meg. Az idejáró gyerekek a felújítás végéig az óvodában és a korábbi játszóházban vannak elhelyezve, de a tervek szerint 2023. márciusában már birtokba vehetik majd a teljesen átalakított bölcsödét.